Az elmúlt hét legmegdöbbentőbb esemény sora az az árhullám volt, amely Nyugat-Európa jelentős részén vonult végig. Falvak, völgyek, utak omlottak össze, autók tömkelegét sodorta a végtelen áradat. Akadnak olyan napok, hetek, amikor a természeti jelenségekhez képest a közéleti krónikák eseményei háttérbe szorulnak. Pedig eközben Magyarországon az amúgy magabiztosnak mutatkozó kormány abszolút bizonytalanságába is bepillantást nyerhettünk. Egyes kormánytagok próbáltak ezügyben egész héten rejtélyesnek mutatkozni. A másik az a mi volt még a másik? Ja, bocsánat, meg harmadik oltás, igen. A harmadik oltás kérdése is rendszeresen felmerül, erről a járványügyi szakembereknek a véleménye egyelőre még megoszlik. Aztán a megfejtés a szokásos dramaturgia szerint alakult. A kormányfő a rituális pénteki monológiában megmondta a tutit, igenis kell, és igenis lesz harmadik oltás. Ez alapján a kormány azt mondja, hogy lehetővé tesszük a harmadik oltás fölvételét. A részletekről természetesen nem neki kell beszélnie. Ő, mint mindig, most is csupán a jó hírek hírnöke. Az olyan apróságokkal, mint hogy kinek, mikor, hogyan és mit, majd birkozzanak meg a házi orvosok, ahogyan a járvány során mindig is. Beadják, ha szükséges, akkor ettől eltérhessenek. A kormány végre belátta azt, hogy szükség van a harmadik oltásra a Sinopharmos idős emberek esetében. Ha az ellenzék követeli a harmadik oltást, akkor az az ő oltás ellenes kampányuk felelőtlen hisztériakeltése. Ám ha a kormány dönt így, az körültekintő és megfontolt hozzáállás. A kötélhúzás mögött ott a kormány kedvenc kínai vakcinája körüli botrányok és kérdőjelek sokasága. Ha beismerik a harmadik oltás szükségességét, utólag is lelepleződhetnek az emberéleteket kockáztató hazudozások. Több mint 1 millió magyar ember élete, egészsége került biztonságba azáltal, hogy a kínai Sinopharm oltását kapták meg. Végül az újabb oltási hullám szintén utólag kérdésessé teszi a tavaszi sikerhadjáratot, amikor Orbán Viktor véglegesen kihirdette, hogy ő és egyes egyedül ő nyerte meg az oltakozási olimpiát. Ezek kockázatával valószínűleg már hetek óta tisztában lehetett a kormány, mint ahogy azzal is, hogy elkerülhetetlenül közeledik a negyedik hullám. Erre utal, hogy Orbán Viktor feltűnő gyorsasággal dobta el magától az oltásbajnok a címet, és azt is, hogy miért tértek vissza ekkora erővel a régi nótához. Megint a Brüsszel, Soros, migránsok lesz az a Bermuda háromszög, ahol nyomtalanul veszik el a maradék értelem is. Állítsuk meg Brüsszelt! A kormány szép csendben visszavonta azt a rendeletét, amivel a civil szféra újabb vegzálására készült. Azt a kötelezettséget, hogy mindenkinek fel kellene fednie név szerint az őt támogatókat, azaz a finanszírozásaik igazi forrásait. Hatályát veszti a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet. Ez az intézkedés azon ritka pillanatok egyikét jelentheti, amikor a kormányzat felfogta a korábbi döntések káros mi voltát. De az is lehet, hogy ezzel a szabállyal a Fidesz hátterű és többnyire álcivil szerveződések is kénytelenek lennének leleplezni magukat, és akár több száz milliárd forint valódi útvonala is könnyedén visszavezethető lenne az eredeti forrásához. Az sem kizárt, hogy ez a szabály előkerül még valami ahhoz hasonló formában, ahogyan az ellenzéki önkormányzatokat kifosztották, a kormánypártiakat pedig utólag megjutalmazták. Kampány szempontjából kifejezetten szerencse, hogy néhány nap múlva megkezdődhet az olimpia, minden idők legképtelenebb olimpiája, amit majd nézők nélkül jószerével karantén állapotok közepette tartanak meg, megfoghatatlan félelmekkel és aggodalmakkal övezve. Ez az abszurd ünnepi állapot talán 2-3 hétre megint elterelheti a figyelmünket az alattunk fortyogó vulkánok veszélyeiről.